Ez Péter Fi Attila posztja és a hozzáért komment, amiben értékeli a pécsi polgármester sikerkommunikációját az ÖPE KDNP politikusa. A közösségi oldalon lezajlott csatáról a Pécs Aktuál számolt be. Berényi Zoltán azt mondja, képviselőtársak kommentjét osztotta meg gyanútlanul. Egy ártatlannak tűnő Barkóczi képviselőtársam posztja, hiszen polgármester úrunk nagyon szeret, úgy látszik, idegen tollakkal ékeskedni. Ugyan időnként megjegyzi, hogy még az előző városvezetésnek köszönhető, stb. De szinte minden pécsi projektfejlesztés kivétel nélkül az előző városvezetés által elindított, megkezdett, lemenedzselt projekteknek köszönhető. Berényi az önkormányzati választásokat is felhozta a hozzászólásában. Arról ír ebben, hogy 2019-ben megtévesztette választóit a baloldal. Nagyon súlyos csalások, megtévesztések, ármányok közepette jött létre a jelen koalíció, ami nem is ez a jelen, hiszen a Mindenki Pécsért Egyesület, az annak az akkori elnöke, már itt is kenyértörésre mentek, a korabeli frakciók szakadtak, és hát nem tolták előtérbe se a DK-t, se az MSZP-t, se a Jobbikot. Így sikerült nyerniük az önkormányzati választást, majd a különböző frakciók benyújtották igényeiket, mondja a politikus. Ha csak a Mindenki Pécsért Egyesület frakció lenne, egy frakció, egy frakciótitkár, egy iroda. Rögtön ötlet, öt titkár, öt iroda, öt frakció vezető, plusz a rengeteg biztos. Nyilván ki kell elégíteni ezt a színes koalíció különböző holdudvarának az igényeit. Lett ilyen biztos, lett olyan tanácsok, lett ez, az amaz, és akkor még nem is beszélünk a tehetségtelennek bizonyuló ügyvédekről. Ez pedig mind sok-sok millióval került többe a pécsieknek, amiről korábban nem volt szó, mondja a képviselő. Péter Fi Attila közösség oldalán sorolja az elmúlt 3 év sikereit. Legutóbb a játszótereket emelte ki, és azt írta, 2019. október óta felújítottak és építettek 24 darab játszóteret, így összesen 130-al több játékelemet használhatnak a pécsi gyermekek. Ezt véleményezte a jobboldal politikusa és hozta fel a kampányt, illetve az önkormányzati választás körülményeit kritikaként.